Íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Békesség veletek. És a te lelkeddel. Kedveseim, a Szent Misét elhunyt Borbáláért ajánlom. Tisztító tűzben szenvedő lelkekért ajánlom. Elhunyt Vilmosért. Vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Urunk Istenünk, könyörülj rajtunk, mert vétkeztünk ellened. Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat, és add meg nekünk az üdvösséget. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Uram, irgalmazz. Uram, irgalmazz. Krisztus, kegyelmezz. Krisztus, kegyelmezz. Uram, irgalmazz. Uram, irgalmazz. Könyörögjünk. Urunk Istenünk, segíts, hogy jól megértsük és átéljük húsvét szent titkát. Védjen és üdvözítsen a föltámadást kifogyhatatlan ereje, amelyet örvendező szívvel ünneplünk, ami Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, ki veled és a Szent Lélekkel Isten él és uralkodik örökké. Amen. Szent lecke az apostolok cselekedeteiből. Az apostoli zsinaton az apostolok és a presbiterek az egész közösséggel együtt elhatározták, hogy néhány férfit kiválasztanak maguk közül, és Pállal meg Barnabással Antiókiába küldik, mégpedig Júdást, más néven Barszabást, meg Szilást, akik vezető szerepet töltöttek be a testvérek között. Ezt az írást küldték velük. Az apostolok és a presbiteriek testvéri üdvözletüket küldik Antiókiába, Szíriába és Kilikiában élő pogányok közült megtért testvéreknek. Hallottuk, hogy közülünk néhányan megbízásunk nélkül tanítva megzavartak titeket és földulták lelketeket. Ezért megállapodásra jutva jónak láttuk, hogy kiválasszunk és hozzátok küldjünk néhány férfit, a számunkra igen kedves Barnabással és Pállal, akik egészen a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak szentelték magukat. Elküldtük tehát Júdást és Szilást, akik személyesen élő szóval is tudtotokra adják a következőket. A Szentlélek és mi magunk azt tartottuk helyesnek, hogy ne rakjunk rátok több terhet, mint ami szükséges. Tartózkodjatok ezért a bálványoknak bemutatott áldozati állatok evésétől, a vér és folytott állat fogyasztásától, valamint a paráznaságtól. Ha ezektől őrizkedtek, helyesen cselekedtek. Üdvözlünk titeket, a küldötteket útra bocsátották, és ezek lementek Antiókiába. Itt egybegyűjtötték a közösséget és átadták a levelet. A hívek örömmel olvasták a megnyugtató sorokat. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála.
A Zsoltár a válasz, hadd magasztaljalak, Uram, minden nép között. Hadd magasztaljalak, Uram, minden nép között. Kész az én szívem, Istenem, kész az én szívem. Hadd daloljak, hadd újjongjak. Kelj föl dicsőségem, kelj föl lantom citerám. Hadd ébresszem így a hajnalt. Hadd magasztaljalak, Uram, minden nép között. Dicsőítelek a népek között, Uram, a nemzetek előtt neked szól énekem, szerető jóságot felér az égig, és hűséged a fellegekig. Hadd magasztaljak, Uram, minden nép között. Alleluja! Barátaimnak mondalak titeket, mondja az Úr, mert elmondtam nektek mindent, amit atyámtól hallottam. Alleluja! Alleluja! Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Evangélium Szent János könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Jézus így tanított az utolsó vacsorán. Az én parancsom, hogy szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket. Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint aki életét adja barátaiért. Ti barátaim vagytok, ha megteszitek mindazt, amit parancsolok nektek. Nem mondalak titeket többé szolgának, mert a szolga nem tudja, mit tesz az ő ura. Barátaimnak mondalak benneteket, mert mindazt, amit hallottam atyámtól, tudtul adtam nektek. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és arra rendeltelek, hogy elmenjetek, és gyümölcsöt hozzatok, maradandó gyümölcsöt. Bármit kértek az atyától az én nevemben, megadja nektek. Azt parancsolom nektek, hogy szeressétek egymást. Ezek az evangélium igéim. Áldom téged, Krisztus! Kedves testvéreim! Krisztusnak az utolsó vacsorán mondott beszéde, a legfontosabb beszéd Krisztus beszédei közül, János evangélistánál több fejezeten keresztül tart. A legfontosabb dolgokat ott mondotta el, és húsvét előtt a tanítványok számára is csak szép szavak lehettek ezek, vigasztaló. Barátaimnak mondalak benneteket, micsoda megtisztelő, hogy a Mester barátainak mond bennünket. De húsvét után, amikor találkoztak a feltámadottal, és újra eszükbe jutottak ezek a szavak, egy minőségi töltettel lett több. Ez a mondat, testvéreim, hogy barátaimnak mondalak titeket, és nem szolgálnak, mert a szolga nem tudja, mit tesz az ő ura, ez tulajdonképpen Krisztus tanításában azt jelenti, hogy az isteni nívóra, az isteni szférába emelt föl bennünket, embereket. Testvéreim, a hit által az ember egy magasabb szintre emelkedik. Akinek nincsen hite, az úgy él animál racionál, mint egy eszes állat. Használja az eszét, emberként viselkedik, de ugyanakkor csak jelene van, nincsen jövője, nincsen nagyobb perspektívája. Használja az eszét, de tulajdonképpen még azokat a természeti törvényeket is, amelyeket ő is felismer az eszénél fogva, próbálja azokat is átírni és tagadni. Azokat a törvényeket, azokat az igazságokat, amelyekre ő maga jött rá, az ellen próbál küszködni, küzdeni, és így teljesen hátat fordít. Így csak földi egészséget, földi örömet és földi boldogságot kap. De mi, testvéreim, akik Isten felé fordulunk hitünkkel, elfogadjuk őt, többé nem vagyunk szolgák, mert tudjuk, mit tesz az Isten. Miért küldte el fiát, megosztotta saját magát velünk. Az Isten nem csak boldogságot, csak örömet, csak egészséget akar adni az életünkben, hanem önmagát akarja adni, és ez egy olyan nagyobb kör, amelyben benne van a boldogság, az öröm, az egészség, de egy sokkal teljesebb szférában és sokkal nagyobb perspektívában. Testvéreim, fogadjuk el Krisztus tanítását. Higgyük, hogy őt az Atya küldte, és kinyilatkoztatta nekünk az Atyát, és így legyünk Istennek a barátai. Amen. Testvéreim, áldjuk minden időben feltámadt Urunkat, és könyörögjünk együtt segítségért. Add, Urunk, hogy Szentatyánk Ferenc pápa, főpásztoraink és papjaink az apostolok lelkületével vezessék népedet az üdvösség útján. Kérünk téged, hallgass meg minket! Add, Urunk, hogy az evangélium tanításának fényében
felismerje az emberiség a békére vívő utat. Kérünk téged, hallgass meg minket. Segíts keresztény népedet, hogy mindenben keresse és teljesítse akaratodat. Kérünk téged, hallgass meg minket. Segítsd a szülőket, hogy szavukkal és példájukkal gyermekeiknek igaz tanítói legyenek. Kérünk téged, hallgass meg minket. Segítsd a szenvedőket és a betegeket, hogy béketűrésük gyümölcsöző legyen az örök életre. Kérünk téged, hallgass meg minket. Urunk Jézus Krisztus, add meg nekünk, hogy akik megismertük feltámadásod kegyelmét, szent lelked erejével újjászülessünk, és elnyerjük az örök dicsőséget, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Áldott vagy, Urunk, mindenség Istene, mert a Te bőkezűségedből kaptuk a kenyeret, fölajánljuk neked, mint a föld termését és az emberi munka gyümölcsét, ebből lesz számunkra az élet kenyere. Áldott legyen az Isten. Áldott vagy, Urunk, mindenség Istene, mert a Te bőkezűségedből kaptuk a bort. Fölajánljuk neked, mint a szőlőtő termését és az emberi munka gyümölcsét, ebből lesz számunkra a lélek itala. Áldott legyen az Isten. Alázatos lélekkel és töredelmes szívvel kérünk, Urunk Istenünk, fogadj el minket, s legyen kedves színed előtt áldozatunk. Mosd le, Uram, bűneimet, és vétkeimtől tisztíts meg engem. Imádkozzunk, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadj el az Urunk kezedből az áldozatot, Irgalmas Istenünk, szenteld meg ezeket az adományokat, és elfogadva lelki áldozatunkat, tégy minket neked szentelt örök áldozattá, Krisztus, ami Urunk által. Az Úr legyen veletek. És a lelkeddel. Emeljük föl szívünket. Lelkünk az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt magasztaljunk, Urunk, téged, de most a szent husvéti időben kiváltképpen, midőn Krisztusra tértünk a husvéti áldozat. Ő szüntelenül felajánlja értünk életét, és színed előtt állandóan párt fogol minket. Föláldozva önmagát nem hal meg soha többé, hisz épp halálában lett örökön élő áldozat. Ezért az angyalokkal és a szentekkel együtt dicsőítünk téged, és hangos szóval zengjük. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség Ura Istene. Hozsanna a magasságban, áldott, aki jön az Úr nevében, hozsanna a magasságban. Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra, ami Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára.
ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, Urunk, és hitünk a ezért fiat halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek minnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világban. Tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, Péter püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélek kerítségben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Amen. Üdvözítünk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden rossztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, hatalom és a dicsőség mindörökké. Föltámadása után Jézus így köszöntötte tanítványait, békesség nektek. Ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus, te legyőzted a bűnt és a halált, ne vétkeinket nézed, hanem egyházad hitét, és őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a te lelkeddel. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Legyen békesség köztünk mindenkor. Isten báránya, elveszed a világ bűneit, irgalmas nekünk. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmas nekünk. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, adj nekünk. Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akiket meghív asztalához, Jézus az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.
Testvéreim, elfogadva Krisztust, akit ő küldött az atyát és az ő tanítását, hittel mondjuk a lelki áldozás imáját. Jézusom, hiszem, hogy jelen vagy a legméltóságosabb oltári szentségben. Mindennél jobban szeretlek, és vágyom rá, hogy a lelkembe fogadhassalak. Mivel most nem tudlak szentségi módon magamhoz venni, jöjj legalább lelki módon a szívembe. Magamhoz ölellek, mintha már ott lennél, és teljesen egyesítem magamat veled. Ne engedd, hogy elszakadjak tőled. Amen. Könyörögjünk. Urunk Istenünk, magunkhoz vettük a szent áldozat ajándékát. Alázattal kérünk, hogy növelje szeretetünket az, amit szent fiad az ő emlékezetére tennünk parancsolt, ki él és uralkodik örökké. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Legyen áldott az Úr neve. Most és mindörökké. Segítségünk az Úr nevében. Aki az eget és a földet ad. És áldjon meg titeket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Amen. Szent mise véget ért, menjetek békével. Istennek legyen hála.